föld-föld részlet. A ház sötét volt. A villany már két napja, aztán hosszú hónapokon át nem működött. 15 volt még, volt tisztünk, 15 kiló. A szőlőben elástam palackokba öntött zsírt, 10 üveget. Volt még szappanom, kárlánk is. Akadt még egy fölösleges ruhám, a padláson egy mestergeranda alatt, hogy az egerek meg ne rágják. Egy lapos lakisztrájk bádogdobozban elrejtettem maradék pénzünk, 4000 tengőt, akkor elég volt két hónapra ez a pénz. Aznap még cigarettám is volt. Háznépem lefeküdt, kávét főztem, és egyedül ültem hajnalig a sötét szobában, a lassan kinyúló kályhatőz előtt. Erre az éjszakára élesen emlékszem, tisztában és erősebben, mint sok mindenre, ami azután következett. Valaminek vége volt. Egy lehetetlen helyzet feloldódott, egy új, mindenre, éppen elnézést, egy új, éppen olyan veszélyes, de mindenestől másféle helyzetben. Az orosz katona, aki megérkezett ma az életembe, természetesen más valaki is volt, mint egy pirosposgás, szláv fiú valahonnan a Volga mellől. Ez az orosz katona nem csak az én életembe lépett be ma, minden következményével, hanem egész Európa életébe. Ezen a különös éjszakán egy keleti harcos belépett egy sötét magyar faluba. Az ember mindig csak azt érti meg, amit lát és tapint. A bőrömmel és minden érzékemmel éreztem, hogy ez a fiatal szovjet katona elhozott Európában egy kérdést. Akkor már közel 30 éve hangosan és csendesen erről volt szó a világban. Mi a kommunizmus? Mi az érdek? Akik válaszoltak, mást és mást feleltek. Érdek, meggyőződés, politikai hitvallás, nagyhatalmi helyzet szerint mindig mást. Sokan hazudtak, sokan túloztak. De aztán beszéltem olyanokkal, akik nem hazudtak. És olvastam könyveket, melyek a szerző személye volt a bizonyosság, nem túloztak. Minden esetre olyan légkörben éltem, amelyen belül a kommunizmust rögtön a hét főbűn után emlegették. Ezért úgy gondoltam, itt a pillanat, amikor el kell felejteni mindent, amit az oroszokról és a kommunistákról valaha is hallottam. A pillanatban, amikor a községház a havas, homályos udvarán először találkoztam egy szovjet katonával, személy szerint az én életemben is elkezdődött a nagyvizsga, a kérdés és a felelet, a kommunista és a nem kommunista világ számadása. De ez a vizsga egyidejűleg elkezdődött a nyugati világban is. Egy erő megjelent Európában. És a vörös hadsereg csak katonai kifejezése volt ennek az erőnek. Mi ez az erő? A kommunizmus, a szlávok, a kelet? A ház körül az éjszakában dörgögő emberek jártak, közeledtek és távolodtak. Az éjszakai ürügyelők idegen nyelven beszéltek, ültem a sötét szobában és elhatároztam, hogy amennyire ember tudja ezt, megtisztítom értelmemet minden elfogultságtól, és kiparkodom olvasmányaim, beszélgetéseim, hulladék emlékei közül. A hivatalos antibolsevista hírvelés előítélete nélkül szemlélni az oroszokat és a kommunistákat. Hogyan felel majd az én világom, a nyugati világ ennek a fiatal orosz katonának, aki megérkezett a keletről? És ezt kérdezte tőlem egy névtelen európai írótól. Ki vagy? Iparkodtam elképzelni. Igazából mit akar tőlem ez az orosz katona? Természetesen elviszi majd a disznót, a búzát, az olajat, a szeret és a gépeket. Ez nem volt kétséges. Akkor még nem gyanítottam, hogy az embereket is elvisz. De mit akar még? A disznón, a búzán és az olajon túl? Tehát a személyiségemet is akarja? Nem sok időt tellett bele, és ez a kérdés nagy erővel hasonlott. Nem csak bennem, az éjszakában és a magányos falusi házban. Megtudtuk, hogy mindez el akarja vinni.
És a tetejébe a lelkünket, a személyiségünket is akarja, amikor ezt megtudtuk. Ez a találkozás egy nemzet sorsán túl az egész világ számára más értelmet kapott. Ez a sors, és nagyon keveset tehet egy kis nemzet a sors ellen, de a kérdéssel, amit ez a fiatal orosz bolsevista elhozott az életembe, mindannyiunk életében, akik a nyugati műveltség életformáiban nevelkedtünk, előítélet és elfogultság nélkül kell felelni. A sötétben látni véltem az idegen, közömbös fiatal arcot. Nem volt ellenszenves, de félelmetesen idegen volt. Ebben a pillanatban, a háborúnak ebben a szakaszában nem csak én gondoltam szorongó érdeklődéssel az oroszokra, egy polgári magyar író egy magyar falusi házban. Az angolok, a franciák, az amerikaiak is bizonytalan várakozással figyelték őket. Egy nagy nép, írtozatos áldozatok árán Sztálingrádnál megfordította a világtörténelem szekerének útját, és ennek a nagy erőnek egyik megtestesítőjével találkoztam ma. Sokak számára, a náci üldözöttjei számára ez a fiatal orosz egyféle felszabadulást is hozott. Menekülés a náci terror elől, de szabadságot nem hozhatott, mert az nem is. Ezt akkor még nem tudom.